itt a Csíksomlyói domboldalon találkozunk, ugye Halmágyi Gizi nénivel és Halmágyi Mihállyal, akikről az előbb azt hallottam, hogy végre eljöttek ide Csíkszeredába, mert Magyarországon meg a nagyvilágban jobban ismerik őket, úgy ismerik, mint a lejt, azt mondta először. Hát merre járt eddig Mihály bácsi? Hát én eddig jártam Budapestre, jártam Amerikába, Kanadába. Ott jártam. És miket játszott ezeken a helyeken? A magyarosokat, kettő sűrűleit, akkor helyszákot, kerekest. És melyik faluból hozta ezt a zenét? Gyimes Középlokló. Mi jellemzi ezt a népművészetet? Hát ez vissza van maradva a régi hősi, szülőktől. Az édesapja a zenész volt, Stella átvette a férjem, megtanulta. És milyen régi dalok ezek, amiket játszol? Régi már 200 éves nóták. Eljátszanának egyet nekünk? Igen. Örömmel hallgatjuk. Most keletkezik a lassú magyaros. Thank you.
Ilyetemet én nem. Nem volt, ne vúsul maga azt a... Meg fogom keresni.